Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat is a Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában. Örömmel hirdetem önöknek, hogy ma egy nagyon jó témánk lesz Máté Anna Máriával, aki a mai beszélgetésemnek a meghívottja. Klinikai pszichológus és tanácsadó az addikciók területén is, és azért érkezett ma a stúdióba, hogy a Képernyők árnyéka címben beszél nekünk arról, hogy milyen hatással lehet az internet és a képernyők használata gyermekek fejlődésére nézve. Köszöntelek, Anna Mária, a stúdióban. Örülök, hogy megejthetjük ezt a beszélgetést, és örülök, hogy ma eljöttél, hogy gyakorlati tanácsokat fogalmaz meg a szülőknek, de elméleti dolgokat is vesél fel nekünk ebben a témában. Én köszönöm a felkérést és a meghívást. Igen, a képernyők árnyékában ugye ez egy olyan előadás, amit én állítottam össze, mint tanár, annak ellenére, hogy ez egy ilyen nevelési stratégiák, ugye egy digitális világban, hogy akkor hogyan neveljük a gyerekünket, de hogy nagy részben az onnan indult ki, hogy én tanárként ugye mit tapasztaltam meg, úgymond az osztályban, a gyerekekkel lévő kapcsolatokban, és akkor igazából ez az egész ötlet ebből indult ki. És nagyon nagy igény volt ugye a prevencióra is, az internet használat prevencióra, hogy a gyerekekkel beszélgessünk, hogy oké, hogyan működik a digitális világ, hogy mit szeretnek ők csinálni, mit csinálnak igazából, a veszélyes tartalmaknak a beszélgetése, és nagyon érdekes volt ezt megfigyelni, hogy milyen dinamikák, illetve milyen mintázatok jöttek ki, és akkor igazából ezeket vegyítettem össze ebbe az előadásba, és akkor ezzel kezdtem el úgymond járni különböző közösségekbe, meg iskolákba, és akkor úgy erről beszélgettünk a szülőkkel. Uh-huh. Én hallgatója voltam már ennek az előadásodnak, és nagyon tetszett, mert nem csak a veszélyekre tettél hangsúlyt, hanem arra is, hogy hogyan lehet hasznosan felhasználni az internetet, a képernyőt, mi az, amiben valóban segít ez az eszköz, az internet, vagy akár maga a képernyők, és a telefonok, és a digitális világ. És a mai nap sem lesz különb a témának a felvázolása, mert ma is megemlítjük az előnyeit és a veszélyeit is ennek a digitális világnak, amit feltár a gyermekek számára. Viszont mielőtt belemerülnénk így részletekbe menően a témába, érdekelne az, hogy milyen statisztikákat találtál Romániára nézve az internet fogyasztási szokásokról, de a gyermekek körében. És ha arról is tudnál esetleg beszélni, hogy milyen célokra használják a gyermekek az internetet. Igen, volt egy 2020-as kutatás, amiben ugye azt mondták, hogy a romániai gyerekek átlagosan 3 órát ülnek telefonon, de sajnos ugye jött a pandemik, ami ezt egy kicsit megváltoztatta, meg az online órák, ugye ez teljesen megtolta ezt az időt, és most már a prevenciós órák keretén belül, meg a fesztiválokon is, mikor voltam, ugye, akkor is az jött ki, hogy átlagosan a gyerekek 4 órát, de van, aki 6 órát. A rekord, ami úgymond ez már pateológiai, kicsit tehát már veszélyes digitális fogyasztás, ugye ez a 11 óra volt, ez már egy liciben, de hogy átlagosan, hogyha úgy kéne venni országszinten, mondhatni, hogy 4-5 órát, ez egy általános iskolában. Hogyha liciről van szó, az már 6, és lehet, hogy fölmegy 8 órára. Uh-huh. Amit a szokások, hogy mit csinálnak a gyerekek. Na, tehát általános súlyban ugye a hangsúly a játékon van, meg a social médián, a TikTokon, de az érdekes az, hogy nem azért, mert hogy én akarok készíteni valamit, hanem azért, mert én fogyasztó vagyok, és ugye a különbség van az között, hogy életstílus vagy kompetencia, és úgymond licinél viszont mondhatni, hogy oké, rendben használom, mert a suliba kell készítenem egy előadást, vagy egy kis prezit, ugye, és akkor használom a laptopot, de ott is nagyon nagy hangsúly van a kommunikáción, illetve a social médián. Szerintem nem ártana, hogyha lebontanánk korosztályokra a gyermekeket, és megnéznénk azt, hogy mire használják kisebb kortól konkrétan, és mik azok a veszélyek, amik körülöttük vannak pontosan emiatt, hogy már
kisebb kortól, nagyobb kortól használják a digitális eszközöket, az az internetet, és egyre többet használják. Mi az, ami fejleszti őket, a gyerekeket és a fiatalokat, és mi az az elem, ami károsítja a fejlődésüket, és akkor van több korosztály, évkategória. Igen. Tehát akkor kezdjük úgy, hogy mi történik akkor, hogyha 0 és 3 között vagyunk, ugye, tehát 0-3 kor között, hogyha én a telefont adok a gyereknek. Hát törvényileg, tehát külföldön, Japánban, Kínában már törvények vannak, itt sajnos az Unióban még nem vezették be, hogy a gyerekeknek nem szabad telefont adni 5 év alatt. Mi történik akkor, hogyha mégis ugye a gyereknek adok telefont? Tehát, hogyha azt veszük az első év hónapokban ugye a gyerek csak 30%-ra képes a külvilággal kapcsolódni, és mi, ahogyha én adok neki egy telefont, hát ilyen esetekben visszafordíthatatlan változások történnek az agyban, ami hosszú távon ugye kihat az idegrendszerre. De nem csak ez a fontos, hanem az, hogy például egy újszülött hogyan néz, hogyan lát. Ugye, tehát megfigyelték azt is, hogy egy újszülött, amikor oda kerül az édesanyjához, hogy nem képes teljes mértékben látni egy arcot például, hanem megvan, hogy hogyan látja az arcot, illetve, hogy hova néz és miért néz oda, mert még nem képes teljesen ugye kialakítani azt, hogy lássa a teljes arcát a szüleinek, az édesanyjának. Ugyanakkor meg én egy vagyok az édesanyjával. Tehát az én tudat ugye sokkal később születik meg, hogy én külön vagyok az édesanyjától. És hogyha én ezekben a periódusokban egy telefont adok a kezébe, ugye vannak, biztos látták olyan nézők is, hogy van ilyen, hogy például egy gyerek, kicsi baba, és akkor a kezében van egy telefon, és akkor így el van ámulva ettől, hogy ő mit lát. Hát igazából ő nem lát csak valami színeket és formákat, ez az egyik. A másik az, hogy ez nem egy ámulás, nem egy sok, hanem igazából egy inhibáció, ami traumatikusan hat a kicsi baba agyára. És hogy külsőleg hogyan nézzünk mi erre, illetve az, hogy a gyerekben mi történik, az újszülőtben vagy a kicsi babában mi történik, az egy teljesen más dolog. És ezért például mondják is azt, és innen jött nekem ez a kérdés a fejembe, hogy tényleg ennyi gyerek születik ADHD-val. Mert hogy ugye, hogyha megfigyeljük az elmúlt 30 évben, 800%-kal nőtt az ADHD-soknak a száma. És ez egy nagyon borzasztó statisztika, és nekem az volt a fejemben, hogy oké, de ennek biztos, hogy kell legyen egy háttere, mert hogyha kiszámoljuk, ugye 30 év az a 90-es évek vége, és kb. Romániában is az internet akkor jött be, meg a számítógépek, meg hasonló, és hogy mennyire érződik ugye a kettő közti korreláció. Most már kutatások is bebizonyították, ugye, hogyha ilyen kicsi korban, tehát 5 éves kor alatt a gyerek nagy a digitális fogyasztása, tehát meghaladja a 4 órát, 3 órát, akkor már úgymond ADHD-val, meg ilyen impulzív, igen, nem mondhatom azt, hogy ADHD-val, de hogy impulzív viselkedések jelennek meg. Uh-huh. És nagyon érdekes volt azt is megfigyelni, ugye, hogy van a prevenciós táborok, kimondottan én is tudok egyet, ahova a gyerekek elmennek, ugye, és egy hétig telefon nélkül megvannak a programok, ugye is telefon nélkül ülnek, nem tudom, hogy nálatok, hogy ez az ifi táborban, hogy ezt mennyire praktizáljátok, de hogy egy hétig nem szabad a gyerek ugye telefonhoz nyúlnia, és akkor lehet látni az idegrendszer megnyugvását az egy hét alatt, és igazából már nem egy impulzív gyerekről van szó, hanem igazából most már egy megnyugodott, egy rendet, tehát hogy a normális habitátusában van az a gyerek, úgymond. Ebben a korban inkább nagyobbak a veszélyek a gyermek fejlődésére nézve, mint az előnyök, amiket a digitális eszköz hozhat? Igen, mert hogy idegrendszeri elváltozások történnek, és nem mondhatom azt, hogy dopamin termelés, mert nem arról van itt szó, hanem egyszerűen a traumatizálódik ugye az idegrendszer. Mert és a maga az is, hogy a szem az az egyetlen olyan szerv, ami úgymond idézőjelesen direktbe van kötve az aggyal, ami azt jelenti, hogy például nincsen semmi, ami gátolja vagy leállítsa ezt a dolgot. Tehát majd később ki is fogunk erre térni, hogy mi a különbség a látott és a hallott tartalmak között. Ugye, hogyha megyünk tovább, és elérkezünk ugye már egy
hát úgymond 3-tól 6-ig egy olyan korosztályban. Na, itten már egy picikét másabb a szituáció, ugye itten már megjelenik a hangsúly arra, hogy milyen a szociális élet, ugye elkezdünk bölcsibe, napközibe járni. Na most már, hogyha itten a digitális fogyasztás már jelen van, a gyereknek a szociális életük már változik. Már másképpen történnek a kommunikációk. Például a gyerekek nem arról beszélnek, mint például, hogyha akkor mit tudom én, kimentem és voltunk itt kirándulni, vagy mit tudom én, hanem az, hogy én Robloxban, vagy nem tudom, melyik játékban milyen szintet értem el. Uh-huh. Ugye? Azt is akadályozza, hogy szociálisabbak legyenek a gyerekek, ami a szemtől szembeni szociális készségeket illeti? Tehát, hogy visszavonultabbak is lesznek, vagy csak annyi, hogy megváltozik a beszélgetésüknek a témája? Szociálisan is változik. Volt egy kutatást csinálva, ugye, hogy a gyerekek például hogyan viszonyulnak azok a gyerekek, akiknek a digitális fogyasztás nagy volt, illetve az autizmusnak a főbb jellemzői. És nagyon érdekes volt, hogy összevonták, korrelálták ezt a két dolgot, ugye, hogy az autistának mennyire nehéz szemébe nézni a másik embernek a szemébe, ugye, meg hogy a kapcsolódás mennyire antiszociálisra megy át, ugye, és hogy igazából az autizmus az egy állapotnak van tekintve, és hogy igazából a magas digitális fogyasztás ugyanezeket a dolgokat hozza ki a gyerekből. Nem nézünk egymás szemébe, a kapcsolódásnak nem nagyon adunk akkora hangsúlyt, ugye, mert ők már kapcsolatban van egy digitális világgal. De a probléma, a másik ugye a gondolkodás is, mert hogy mindent elhisz, amit lát. Tehát, hogyha 3-6 éves korról van szó, ugye, hogyha megkérdem a szülőket, akkor még jár a Mikulás, ugye, Superman él, és Batman létezik. Uh-huh. És akkor mi van akkor, hogyha a gyerek ugye elhal, kezébe kerül a telefon, és igen, van most Control Parental, meg YouTube Kids, meg nagyon jól lehet korlátozni ugye az applikációkat, és ebben a korban még a gyerekek azért nem játszodják ki a szüleiket és az applikációkat, de viszont mi van akkor, hogyha mert hogy általában ezeknek a gyerekeknek még nincsen telefonjuk, a szülei adja oda, és lehet, hogy a korlátozás egy kicsikét másképpen működik. És mi van akkor, hogyha én odaadom a gyerekemnek a telefont, és akkor ő elkezd rajta bógenezni. És lehet, hogy lát valamit, amitől inhibálódik. És erre volt egy nagyon durva eset, ugye, hogy egy kis kislány ugye elkezdett dadogni, ugye tudjuk, hogy a dadogás az az egyetlen egy beszédkészség, ami trauma alapú, nem neuro probléma, és akkor nem biológiai, és akkor az volt, hogy így elkerült ugye a logopédushoz, és akkor én ott praktizáltam, és akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy vajon mitől történhetett ez a dolog, és akkor így feljött a téma, hogy hát kb. 6-7 telt el, még kiderítettük, hogy a kislány megnézte a Piroska és a Farkas mesét, ami hát nem olyan nagy dolog, hogy megnézte a mesét, de viszont ő nagyon szerette a mamáját. Uh-huh. És akkor igazából az volt, hogy mikor a Farkas ugye megette a nagymamát, akkor inhibálódott. És mert hogy az ő fejében teljesen más dolog játszott le, mint a való életben. És itt jön be ugye, hogy mi a különbség az között, hogy én felolvasok a gyereknek egy mesét, illetve a gyerekkel megnézetek egy mesét. Most már jó, hogy Grimm meséket hozok be, mert hogy azok egy picit morbidabbak, mondhatjuk úgy, de hogy én is Grimm mesén nőttem fel. Ugye, hogy a hallott dolgokat, azokat szelektáljuk. Uh-huh. És hogy innen indult ki az egész, hogy különbség volt az között, hogy szelektáljuk az információt, mert hogy a látott információt, ugye azt nem tudjuk szelektálni. Nálunk is sokszor van ez, hogy például nem hallunk dolgokat, pedig elmondták, de hogy nem halljuk, mert hogy szelektáljuk ezeket az infókat. És hogy a gyerekeknél például ez nagyon fontos, mert náluk a szelekció teljes mértékben még jelen van, főként kicsikorban. De viszont, hogyha én a gyerekkel megnézetem azt a dolgot, akkor sokkal nagyobb inhibációt tud hozni az életébe. A másik dolog ugye az, hogy ami megint egy nagyon érdekes történet, az volt, amikor az egyik
anyuka fölkért, hogy mérjen fel a gyerekét, és elkezdtem dolgozni a gyerekkel, és akkor így észrevettem, hogy a gyerek nem látja a szögletes formákat. Uh-huh. És akkor így elkezdtem gondolkozni, hú, hát ez honnan indul, én elkezdtem utána nézni azoknak a specifikus dolgoknak, ami ebben a korban van jelen. Hát ebben a 3-5 éves korban ugye a gyerekeknél nagyon jellemző az, hogy a formák minden legyen gömbölyű. Tehát ugye a játékok gömbölyük, a rajzfilmekben ugye a figurák minden gömbölyű, tehát nem nagyon van jelen a szögletes rész. És hogy milyen érdekes volt, hogy a gyerek annyira sokat ült a telefonon és nézte ezeket a rajzfilmeket, ugye egy étkezésnél mindig vitte magával mindenhova a telefont, és ült, és végig miközben evett, akkor is nézte ezeket a rajzfilmeket, és akkor ugye, hogy oda kerülök én, hogy oké, rendben, gyere, próbáljunk meg ez egy kicsikét rajzolni, tehát hogy lássa el a papíron a köröket, illetve a szögletes dolgokat, és a gyerek se úgy sem látta. És akkor azt a tanácsot kaptam a mentoromtól, hogy oké, akkor először vegyük, hogy mi a szögletes, és mi a kocka. És akkor először ezt begyakoroltuk, és akkor utána kezdtük el megint a tesztet végezni, és a gyerek ugyanúgy nem látta a szögletes dolgokat. És akkor így bennem azt született meg, hogy oké, rendben, 6-7 éves korban megy iskolában, zéró osztály, és a többi, és kell tanulja ugye az ABC-t, hogy akkor ez a gyerek hogyan fogja megtanulni az ABC-t. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy nagyon sok ilyen dologgal találkoztam, ami sok kérdést hagyott bennem, uh-huh. és hogy akkor egy szülő hogyan kéne ezt lekezelje, vagy hogyan kéne viszonyuljon ezekhez a dolgokhoz, ugye? És akkor elérünk oda is, hogy bejut a gyerek az első osztályba, és akkor már ugye, hogy ott megjelenik ez az 50 perc, tipikus 50 perc naponta, hittem már lehet, hogy a gyereknek van egy telefonja, vagy hasonló, és akkor a gyerek ugye már az iskolában is kapja a tablettet, és azon vannak ilyen fejlesztő gyakorlatok. Na most már, hogyha megkérdezik tőlem, általában megszokták az előadásokon, hogy ezek az applikációk fejlesztik a gyerekeket, vagy nem, és hogy akkor itt is van egy kérdés, hogy igen, vagy nem, tehát kettő részre osztódik, vannak olyan kutatások, akik azt mondják, hogy igen, vannak, akik nem. De bennem igazából az van, hogy amikor egy gyerek ugye nyomogatja a képernyőt, ugye, és azt szerint próbálja összekötni az információt, nem hiszem, hogy olyan jól megtanulja, mint mikor motrikusan tanul egy gyerek. És mit jelent ez? Tehát ugye, amíg a logopédusnál dolgoztam, nagyon sok mindent tanultam arról, hogy mennyire fontos a finom motorika, illetve maga az, hogy kézzel írjunk, meg fűzzünk, meg stb. És mert ugye ez a beszédközponttal van összekötve, ugye? És mikor ezek a gyerekek bekerülnek első osztályban, és a finom motorikát nem használták, akkor a beszédkészség is, és a kézírás is teljesen másképpen történik. És például ezért is lehet látni ugye egy növekedést a diszlexiás, meg a hasonló úgymond, neurós rendellenes, igen, így van. Máskülönben a 3 és 6 év közötti korosztályban vannak lehetnek előnyei is a képernyőn fogyasztásnak? Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát még ez a korosztály is az, aminek nincs mit nyújtson az nincs. Internet, vagy az internet adta a lehetőséget. Tehát nagyon megvitatható ugye ez a téma is, hogy oké, rendben, a gyerek elkerül, tehát én tanítottam 5-8-ban, és tanítottam licibe is. Tehát én technológiát tanítok, ugye itt is nagyon kérdéses volt, hogy oké, milyen kompetenciákat fogok a gyerekeknek tanítani, mert hogy manapság már a technológia annyira, úgymond, fejlett, hogy nagyon nehéz, hogy én csak a könyvből leadjam a technológiát. Uh-huh. Tehát én már applikációkat kell behozzak. És itt jön be ugye az a kérdés, hogy kompetenciát tanítok a gyerekeknek, vagy életstílust, amit a digitális uh-huh. fogyasztás illeti. Mit jelent az, hogy életstílus? Tehát az életstílus az, hogy reggel fölkelek, ugye, megnézem a telefonomat, és akkor van egy rutinom például, ugye. Amikor kompetenciát tanítok, a gyerekünk a kompetenciáról van szó, ugye, az azt jelenti, hogy a gyerek képes különböző munkához, vagy bármihez használni ugye azt az eszközt, ami az internet, vagy lehet egy weboldal, lehet egy 3D modellezés például, én nagyon szeretek, tehát én már 7-ben 3D modellezést tanítottam a gyerekeknek. Mert fontosnak tartom azt is, hogy ugye, hogy van ez a digitális analfabetizmus,
ami nagyon érdekes fenomén volt megfigyelni akkor, amikor megjelentek ezek az új eszközök, mit tudom, most, hogy bevezették például az időseknél, hogy ők is kártyára kapják ugye a nyugdíjat, és hogy mennyire nehéz ugye mai napig sok idős személynek, hogy elmenjen és kivegye a pénzt, mert meg kell tanulni használni ezeket a dolgokat. Valamilyen szinten értem azt a részét, hogy már első osztályban ugye behozzuk az applikációkat, ahogy az interfészeket, hogy tanuljuk meg, hogy a biztonságos internet használatról beszélgessünk meg hasonló, tehát ezeknek a kompetenciáknak a megtanulását fontosnak tartom, de viszont nagyon oda kell figyelni az, hogy én kompetenciát fejlesztek, vagy rávezetem a gyereket egy olyan éles stílusra, ami őt nem fejleszti. Itt most feltenném azt a kérdést, hogy hogyan lehet különbséget tenni a kettő között, vagy hogyan lehet megtanítani, de a gyerekeket arra, hogy különbséget tegyenek a kettő között. Viszont még van három korosztály, amiről nem beszéltünk, és akkor talán azután Igen, tehát, hogy itt utána ugye jön a kiskamaszkorban ugye ottan ez már úgymond az általánosulít, tehát itt már azért az van, hogy 80%-a a gyerekeknek már van telefonjuk, használják az internetet, van social media. Itt is nagy kérdéses, hogy egészséges-e, hogy ebben a korban már legyen a gyereknek social médiája, és itt jön fel, hogyha föllépünk ugye már ugye licibe is már vagy a kamaszkorra, ugye a személyiség az 18 év fölött, beszélünk személyiségről, tehát az alatt a személyiségfejlődésben van. De a gyereknek ugye már van digitális identitása, ami azt jelenti, van egy social médiája, vagy egy Instagramja, vagy egy Facebookja, vagy bármilyen, ugye, amin ő már neki van egy arculata, neki van már egy megjelenése, van egy identitása. És hogy mennyire nyomasztó lehet ugye egy gyereknek, amikor ugye, hogy mit jelent az, hogy el legyek fogadva, a kortárs csoport nyomás nagyon-nagyon jelen van, és hogy el legyek fogadva ugye a barátoktól, az osztálytársaktól, és akkor én azt abban mérem, hogy hány lájkom van. Tehát kiteszek ugye egy képet, és akkor látom, hogy nekem, mit tudom, egy 10 lájkom van, és XYZ-nek az osztályából, neki van 100-150 lájkja egy fényképre, és akkor, hogy én mit kell csináljak, hogy engemet is elfogadjanak, és ugyanannyi lájkot kapjak. Ugye, és itt jön be ez a pozitív megerősítés, hogy a pozitív megerősítés az azt jelenti, hogy mit tudom, hogy van egy cselekvés, amit nagyon szeretnénk, hogy az a gyerek csináljon, mit tudom, hogy tanuljon, és akkor, hogy pozitívan megerősítsük, akkor azt mondjuk, hogyha elolvasol egy könyvet, akkor mit tudom én, kapsz valami pénzt, vagy mit tudom én, elmegy kirándulni ide, vagy megkaphatod nem tudom mit. Ez egy pozitív megerősítés. A pozitív megerősítés van ugye az osztályban is. Ha tanulsz 10-es kapsz, ha nem tanulsz 4-es kapsz. A gyerekek már alapból ebbe a rendszerbe növekednek bele. Na most már a különbség a régi és az új generáció között, hogy a régi generációnak nem volt social médiája, nem voltak lájkok, nem voltak szívecskék és ölelések, ami azt jelenti, hogy amikor ő kijött abból a rendszerből, ugye a megerősítés az viszont szóban történt, kapcsolódásban, baráti kapcsolatokban, stb., ami manapság már nincs meg. Tehát, hogy bementem ugye 8-ba, de ez jelen volt már liciben is, prevencióztunk, és szóba került ugye a Snapchat, és hogy a Snapchat-en gyűjtenek ilyen strikkeket, aminek az a lényeg, kiposztol egy képet, és akkor meg kell osztani nem tudom hány személlyel, és akkor nem tudom hány, minden nap kap egy strikket, és hogy az, hogy volt olyan személy, akinek 300, 400, 500, 1000 strikje volt, ami azt jelenti, hogy 1000 napig minden nap folytonosan posztolt, indiferens, hogy hétfőkkel szerda, csütörtök, péntek, vasárnap volt, az a gyerek posztolt. És nagyon traumatikus volt, hogyha egy napig nem posztolhatott, vagy nem volt jele, akkor mert elvesztette az egészet, és újra kellett kezdje. Tehát, hogyha ennyit befektetne egy gyerek egy kompetencia fejlesztésbe, hogy valamit megtanuljon, sokkal előbbre tudna jutni az életben. De hogy annyira kondicionálva vannak ezzel a pozitív megerősítéssel, hogy ők ezeket űzik. És a durva az, hogy ugye minél több, tehát megvannak a tipikus emberekkel, akikkel megosztod ezeket a képeket, és akkor lesz egy ilyen 8 legjobb barát. És akkor ugye följön ez is, hogy a 8 legjobb barát, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy oké, rendben, hányat ismersz ez a 8 közül?
és hát az egészet. És mondom neki, nem. Hányat ismert közülük személyesen? És közben kiderül, hogy 3-at ismer, vagy mit tudom én, 4-et. Van olyan is közötte, aki külföldről van, életében nem látta, de minden nap megosztják a fényképet. És ha elgondolom ezt, hogy minden nap egy tök idegennel megosztok egy fényképet, 1-2-3 éven keresztül, hogy ez mennyi információt tud rólam. Hm. Ugye? Tehát, és hogy a kapcsolódás mennyire teljesen másképpen működik. Tehát én nagyon, pont nagyon nagy hangsúlyt teszek ezért ugye a közösségbe. Tehát az ifik, meg a közösségben járás, ugye? Tehát pont ez az, hogy segíti a gyereket. És nagyon meg lehet figyelni azt is, hogy például régebben az ifik mennyire erősebbek voltak, nagyobb csoportok voltak, most viszont meg olyan, úgy érzem, tehát én látom a mi közösségünkben is, hogy az új diákok, az új fiatalok nem nagyon járnak, nem tudnak nagyon kapcsolódni. És hogy mennyire fontosak ezek az aktivitások, hogy kimegyünk egyet mászni, elmegyünk valahova, csinálunk valamit, és hogy ez mennyire megváltozott, és mennyire más a dinamikája. És sajnos az van, hogy ők ebben nevelkedtek fel, tehát ők nem is tudják elképzelni, hogy milyen lenne enélkül az élet. Milyen lenne az, hogy tényleg igazán valaki visszaigazoljon engem, vagy hogy, és ne az legyen, hogy az én identitásom egy online identitás. De azok az emberek is, akik mondjuk abban az időben nőttek fel, amikor ezek voltak jellemzőek arra az időre nézve, azok az emberek is kezdik elveszteni ezeket a kompetenciáikat, hogy élőben adjanak visszaigazolást, vagy megerősítést. Én azt tapasztalom, hogy nem, de viszont más fenomén van jelen a velem egykorú, illetve az idősebb generációnál. Hamarabb előáll ez a mentális leépülés. Tehát amit én tapasztalom, meg illetve, hogy nehezebb a tanulás. Uh-huh. Megváltozik egy kicsit a memória. Tehát, hogyha egy velem egykorú vagy egy idősebb valaki kezd el ugye napi szinten rövid videókat nézni, tehát én már nagyon érzem a beszélgetésből, hogy az információkat, amiket szed, és miért? A tanulás mennyire változik, ugye? Tehát a tanulás két részben osztódik, az egyik az explicit és az implicit. Az explicit az, amikor, ahogy az iskolában tanulunk, tehát leülünk és megtanulunk, ismétlés és a többit használunk. Az implicit, ugye, amikor kapcsolatból másoktól tanulunk, a környezetünktől tanulunk. Na most már, és ezt nagyon érzem ugye a diákoknál is, a gyerekeknél, hogy impliciten szeretnek tanulni. Tehát nekem ne kelljen leüljek, hogy én ezt megtanuljam, és én az osztályban minél több olyan stratégiát kell behozzak, olyan típusú játékokat, vagy leckéket, videókat, mit tudom én, ahonnan a gyerek impliciten tud tanulni. És hogy ez hogyan hat ugye ki a tanulás, hogyan hat ki az agyra. Tehát volt egy kutatás csinálva a mielinizációról, ugye, hogy a kokain meg a drogok, ezek leépítik a mielinizációt. Na, ezt átvitték ugye az alkoholra is, és most megcsinálták a digitális fogyasztásra is, és ugyanúgy érvényes. Tehát miért fontos ez a dolog? Tehát én minél többet ismétlek valamit, minél többet tanulok valamit, annál jobban megköt idézőjelesen, hogy az információ az agyban, tehát annál könnyebben tudom visszahívni, mondani, meg tudok emlékezni ezekre a dolgokra. Na most már, amikor én videókból tanulok, ugye, akkor én egyszer hallom, nincs ismétlésem, vagy hogyha kétszer-háromszor is megnézem a videót, azt hiszem, hogy ismétlés történik, de az információ igazából nem történik, nem tárolódik úgy el. Lehet, hogy vissza tudok emlékezni rövidebb távon, mit tudom, 1-2 napig, de hosszú távon, tehát mit tudom én, 1-2-3 év múlva már nem biztos, hogy vissza tudom hívni azokat az információkat, illetve hogyha nem is használom, az biztos, hogy nem marad meg. Uh-huh. Tehát, és nagyon össze van tévesztve az a dolog, hogy én megtanulok néhány ilyen tips and tricks-et a TikTokról, hogy mit tudom én, hogyan tudok kitisztítani egy kenyérpirítót, ugye most mondtam is egy példát, ami tényleg, hogy jól jön, és azt csinálnám, ugye hetente, egyszer-kétszer, mit tudom, hogy 2 hetente, ugye, tehát az információ valamilyen szinten megtört, igen, gyakorlatosan válik. De viszont, hogyha én egy elméletet kéne megtanuljak rizekből, azért ugye ez egy elég komoly. És a mai gyerekek az igazság, hogy úgy tanulnak. Tehát én már nem egyszer találkoztam olyan dologgal az osztályban, hogy ugye föladom a leckét, és
nálam az első órán mindig lesokkolom a gyerekeket, mert nálam az a lényeg, hogy nem azt pontozom, hogy mit tanultál, vagy hogy hogyan tanultad meg azt a leckét, hanem én azt pont, vagy hogy mennyire mondod vissza, hanem én azt pontozom, hogy milyen álláspontot teszel ezzel a témával kapcsolatosan. Tehát, hogy például szerinted miért fontos az, hogy technológiát tanuljunk. És akkor így elkezdjük ezt vitatni. És nagyon sok gyerek ugye inhibálódik az órán. És általában azok a gyerekek, akik otthon nincsenek meghallgatva, az teljesen inhibálódik, tehát nem tudja kimondani a saját véleményét, és mert hogy fél, hogy akkor én le fogom hordani, vagy vissza fog szólni neki, de hogy nem. Én mindig elmondom, hogy nekem az a fontos, ugye, hogy mondd el az, ami benned van, ahogy te látod ezt a világot, és akkor megpróbáljuk ezt átbeszélni. Mert sokkal többet tanul egy gyerek implicit módon ugye egy vitatkozásból, mint az, hogy én leüljek, és akkor elolvasom ezt a leckét, és hogy én ezt tudjam kívülről. És ez nagyon-nagyon fontosnak tartom. És nagyon érdekes, hogy például itt is az jön be, hogy azok a szülők, akik a gyerekeknek azt mondják, hogy te nem érted meg, mert gyerek vagy. Ez visszaüt, mert a gyerek, amikor kamaszkorba jut, ugye, és visszatérve a Snapchat-es és a 8 barátos dologra, ugye megkérdeztem a gyerekektől, hogy oké, rendben, hányan kaptatok akkor incidens képet felnőttektől, vagy hányan írtátok, mit tudom én, főként a lányoktól szoktam ezt megkérdezni, hogy hányan írtátok idősebb férfi, vagy kér, hogy találkozzatok meg, stb. És nagyon sokan jelezték vissza, sőt, volt olyan sztori is, hogy a lány bevallotta, ugye, hogy az utcán utána ment valaki. És akkor így megkérdeztem, hogy ti ezt elmondjátok a szüleiteknek? És ugye megint itt két részre osztódik, az igen és a nem. Az igennél azok, akik igennel válaszoltak, ottan nagyon érződött az, hogy a gyerek és a szülő között van egy kapcsolat, egy nagyon jó kapcsolat. Ha viszont a gyerek azt mondta, hogy nem, akkor mindig megkérdeztem, de miért nem mondod el? Miért kell addig várni, érted, hogy annyira elfajuljon, hogy baj legyen belőle. És akkor így az volt ugye a válasz, hogy hát a szüleim úgy se értenik meg. Tehát, hogy nagyon fontos ez, hogy hogyan tálalom annak a gyereknek, hogy dolgokat miért nem ért meg. És én ezt úgy szoktam nekik elmagyarázni, ugye, hogy oké, rendben, vezetünk. Odaadom neked a slusszkulcsot, te reflexzerűen, mit tudom, 5-8-ban, sokkal jobban lereagálod, mint én plusz 30 plusz évesen, ugye, de hogyha az kéne megítélned, hogy előtte történik valami, és meg kéne ítélned, hogy abból baleset lesz, vagy nem, azt te nem tudod még lereagálni. Ugye, mert még nem vagy ott. És itt jön be az, hogy ugye, hogy általános iskolát, hogyha azt a periódus, a kiskamaszkort veszük, akkor ugye, sőt, még kisebb korban, ugye a konkrét gondolkodás van jelen, ami azt jelenti, hogy megkérdezel egy kisebbet, és azt mondja, hogy mit tudom, hogy aludtál az éjszaka, és azt fogja válaszolni, hogy a hátamon. Tehát neki az információs az, ami átjön ugye a neten, az neki konkrét. Tehát neki még nincsen ítélőképessége arra, hogy ez jó vagy rossz dolog, hanem konkrétan veszi azokat az információkat. Ezért van az, hogy például ők azokat az információkat eljönnek suliba és imitálják. Például, sőt, minél kisebb a gyerek, annál jobban imitálja. És amikor már ugye elkerülünk licibe és kezd megjelenni, a kontextusba tesszük a dolgokat, és az absztrakt gondolkodás mondnak a fejlődésre, meg stb. Ezért tanulunk ugye pszichológiát, filozófiát, logikát, mert hogy ezek hozzájárulnak annak a gondolkodás mondnak a fejlődésébe, akkor már ugye, hogy meg tudom ítélni, ismerem az iróniát, tudom az iróniát, de viszont még mindig a megfelelési kényszer ott van. Mert keresem az identitásomat, és az identitásom ugye az online szférában találom meg. És hogy mennyire fontos itten fejleszteni például a gyerekeknek az önértékelését, a határait, az én képet és hasonló. Rengeteg információt elmondtál, még nem tartunk a beszélgetésünk végén, viszont sok kérdés maradt hátra, és arra gondoltam, hogy foglalkozzunk még egy picit a függőség témájával, hogy mikortól válik egy gyermek függővé, akár internet, akár képernyő függővé, és mesélj akkor egy picit arról, hogy hogyan tudják a szülők megtanítani a gyerekeket, vagy a tanárok esetleg, hogy hogyan tegyenek a gyerekek különbséget az életstílus és a kompetenciák között, amivel azért sokat lehet, hogy is mondjam,
vissza lehet jutni megint a függőség témájához, hogyha nincs ez a különbség tétel a kettő között. Jó, hát igazából mi is a függőség, tehát a függőség az egy biopszichó, szociális, egzisztenciális, spirituális betegség, és ez azért ilyen komplex, mert hogy általában mind az öt faktort érinti, tehát mind az öt faktor leépül. És hogyha én a diagnózis könyv szerint kéne vegyem a úgymond a függőséget, akkor ugye az van jelen, hogy a tolerancia, tehát most 11 pont van, de csak a négy legfontosabbat fogom elmondani, tehát van a tolerancia, van a úgymond a sóvárgás, a kapcsolatnak, a kapcsolatoknak a leépülése, ugye, és a személyiség is ugye leépül egy idő után. De a legfontosabb az az, hogy hogyan tegyünk különbséget, hogy azért a szerfüggőség, és ahogy a diagnózis könyv többnyire a szerfüggőségről beszél, tehát a szerfüggőség az egy picikét más, mint a digitális függőség. Ugyanazok az elemek jelen vannak, mert hogyha én azt kéne, megfigyeljük a toleranciát például. Tehát a szerfogyasztásán a tolerancia az úgy néz ki, hogy ma megiszok 100 ml alkoholt, holnap 100 ml alkoholt, ma, hogyha megittam, akkor mit tudom én, fél órát vagyok jó, holnap 25 percet, harmadik nap, hogyha megiszom a 100 ml alkoholt, akkor 20 percet, és ez így megy, ugye csökken a jól létem, és mit kell csinálni, mit tudom, negyedik, ötödik, hatodik nap, tehát megemeljem a dózist azért, hogy én megint ugyanolyan jól érezzem magam, mint az első nap. És akkor ugye, hogy néz ki ez a digitális világban? Tehát, hogy azért nem mondhatom, hogy így néz ki, de hogy viszont megkérdeztem a gyerekeket, hogy ti hogyan, mikor először telefont kaptatok ugye a kezetekben, mennyit ültetek a telefonon? És nagyon sokan visszajelezték, hogy ilyen 10-15 percet. És akkor volt ilyen, hogy ja, hát nekem az első telefonom gombos volt, hogy az úgy nem számít. És mondom neki, oké, akkor amikor touchosat kaptál. Ugye? De hogy akkor sem a gyerekek nem ültek elsőből telefonon. Viszont van az a 2-3-4% kb. 4%-ig fölmehetünk, aki egyből rákattan a telefonra. De nagyon észlelhető, hogy ezeknél a gyerekeknél ugye van egy impulzivitás is már jelen. Tehát ott többi valószínű, hogy van egy kis hajlam valamire. És akkor ott tudom, hogy akkor annál a gyereknél nagyon kell vigyázzak. De viszont, hogyha megfigyelem azt, hogy először ültem, mit tudom én, 15-20-30 percet telefonon, és most, mit tudom én, ez volt ötödikbe, és most vagyok nyolcadikos, és ülök 4 órát, az már egy tolerancia, ugye? Na most már a kutatók elkezdték a toleranciát két részben vitatni a digitális fogyasztásnál. Volt ugye ez a tolerancia, amikor időben, tehát az időben lévő kialakulás tolerancia, illetve a másik volt a mélység, a morbiditás. Tehát lehet, hogy én elkezdem nézni a mesét, mint tudom én kisebb korba, de lehet, hogy mire kamasz vagyok, elkezdek komolyabb kontenteket nézni, ami sokkal morbidabb. Mit tudom én, lehet, hogy fogom szeretni a horrorfilmeket. Na most már a kutatók ezt igazából a pornográfiával magyarázták, hogy soft porn és hard porn, hogy ennek is van egy mélysége, ugye, és hogy ez hogyan alakul a tolerancia ez kapcsán, de ugyanez jelen van, például, hogyha én social TikTokot veszem, ugye ne felejtsük el, hogy TikTokon is tele van állatkínzással, és elég komoly olyan kontenttel, amit az algoritmus próbál szűrni, de hát nem. Tehát, hogy az algoritmus úgyis azt adja ki, amit én lájkolok. És hogyha én mindig ugye az állatkínzást fogom lájkolni, nem fogom, de hogyha feltételezzük hipotétikus módon, akkor nekem az algoritmus automatikusan azokat a kontenteket adja ki, és mit csinálok? Én azzal mosom az agyamat. Tehát, hogy ugye ez is egy nagyon érdekes téma, hogy az algoritmus mindig ugyanazokat a témaköröket adja ki, és hogy így próbálja az embernek az agyát, úgymond mosni. Indiferens, hogy az milyen témakörben van. De hogyha egy picit intelligensebbek vagyunk, akkor rá tudjuk nevelni az algoritmust, hogy más tartalmakat adjon ki? Mondjuk elkezdünk keresni valami más után, és akkor többet nézzük azokat, és akkor többet ad ki azokból. Mondok egy példát keresztény szempontból. Én nagyon sok ilyen keresztény oldalt követek, meg lájkoltam ilyen kontenteket, ugye bibliai idézetek hasonló, és egy idő után elkezdett feldobni olyan kontenteket, ami például egy szektától jön, vagy például egy LGBTQ amerikai templomtól érkezik, ami
úgymond lehet most már tudni, elég publikus ez az információ, hogy ők külön Bibliát adtak ki, és ők azt szerint ők azokat publikálják, ugye, és akkor így bedobja nekem a feedemre ezt a dolgot. Közben te valami mást kerestél, igen, vagy szerettél volna elérni, igen, de az algoritmus nem tudta az apró részleteket szűrni. Így van, uh-huh, így van. És akkor persze, vagy például átmegy egy olyan spirituális vonalra, ami, mit tudom én, egy mágia, vagy manifestáció, vagy uh-huh, hasonló, ugye ezek mind olyan dolgok, amik lehet, hogy engem nem érint, vagy nem érdekel, uh-huh. Uh-huh. Vagy mit tudom én, a horoszkóp. És nagyon érdekes az, hogy például nála az algoritmus fejébe az, hogy holisztik, és nála holisztik például az lehet spirituális manifestáció, uh-huh, LGBTQ-tól elkezdve, keresztény vonal, uh-huh, stb. Tehát így végig bármi több lehet. Több kategórián belül van. Hozzátartozhat. Uh-huh. Igen, indiferens, hogy különböző ideológiákat, uh-huh, promovál az a content, az a... Egy ilyen 5 percünk maradt hátra, és akkor röviden arról, hogy hogyan tudnak a gyerekek különbséget tenni akkor végül is az életstílus között és a kompetenciák igen, között? És hogy lehet megtanítani őket erre? Igazából volt ez a kutatás, hogy kitanítsa meg a gyerekeket arra, hogy ők hogyan kezelik az internetet. Tanárok, pszichológusok, mit tudom én, az iskolapszichológus úgymond, szakember legyen hívva, és a többi. És a kutatás végül is nagyon nehezen tudta megfogalmazni, tehát az hipotézisát nem tudta visszaigazolni. Egy olyan hipotézisre jutottak, ahol arra következtetés jutottak, hogy igazából mindegyik kategóriának az volt a problémája, hogy a technológia olyan gyorsan fejlődik, hogy nem tudnak lépést tartani. És ugye akkor bejön, hogy egy szülő hogyan tudna például detoxot, vagy hogyan tudna ezeket a kompetenciákat fejleszteni. És akkor itt jön be az, hogy például kisebb korban nagyon jó, hogyha a szülő és a gyerek leül, mit tudom én, vasárnap este, vagy vasárnap, mit tudom, egy ebéd után, hogy összeállítsanak egy szabályzatot. A gyerek szeretne telefont például. Oké, összeállítunk egy szabályzatot, a gyerek írja meg a szabályzatot együtt a szülővel, és majd a gyerek aláírja. És miután a gyerek ugye megkapja a telefont, akkor az alkudozás, amikor érkezik az alkudozás, minden gyerek alkudozik, akkor ugye teljesen másképpen működik, mert és nagyon jó lenne, hogyha ezeket a szabályzatok ki van ragasztva szépen, vagy be van rámázva, hogyha A4-es lapra volt írva, hogy mindig lehessen megnézni és hozzászólni, stb. És akkor így persze, hogy így kialakul, hogy hogyan korlátozom a gyerekemet, illetve ugye oké, hogyha szeretnél telefont, akkor mit tudom én, ma készítesz egy prezentációt nekem ebben az applikációban, vagy csinálsz egy kollást, ebben az applikációban megnézel egy YouTube videót, ami megtanít arra, hogy nagyon nehéz egy szülőnek tartani a lépést ezekkel, és de viszont én úgy gondolom, hogyha ilyen feladatokat adunk a gyerekeknek, akkor a kompetenciákat lehet fejleszteni. Amikor nagyobb korról van szó, ugye az identitás kérdése jön be, nagyon fontos a tiniknél, ugye elmagyarázni nekik, hogy ez az identitás nagyon fontos, mert most manapság akárki, aki alkalmaz, megnézik a social médiáit is, ugye, és hogy mennyire fontos az, hogy én miket posztolok, miket kommunikálok, hogyan kommunikálok, mennyire írok helyesen, milyen álláspontot, milyen ideológiákat képvisel, ugye? És hogy ezekről elbeszélgetni a gyerekekkel. Megtanítani őket kommentelni például. Ezek mind olyan kompetenciák, amik hozzájárulnak, ugye, és nem alakítják ki ezeket az életstílusokat. Uh-huh. Milyen gondolattal zárjuk a mai beszélgetést? Sok mindenki maradt, amiről rengeteget lehetne még beszélni, de maradt még egy ilyen 3 percünk hátra, és hogyha lenne valami hozzáfűzni valód, egy olyan dolog, ami kimarad, vagy egy olyan dolog, amit meg lehetne ismételni, mert hogy fontos lenne, hogy a szülők mindenképp megjegyezzék, vagy egy tanács, bármi. Most még van idő erre. Hát ugye ez a projekt azért indult be, mert hogy szeretnék egy ilyen kis detox programot indítani, ami abból áll, hogy mit tudom én, hétvégi detox program a családban. Mennyire fontos az, amikor egy egész család összeül és elhatározza, ugye, hogy akkor én felvállalok egy detoxot.
És hogy akkor ez hogyan működik, ugye? Tehát az egész család eldönti, hogy akkor ezen a hétvégén nem lesz telefon, mindenkinek szólunk, hogy senki ne aggódjon, hogy nem tud minket elérni, mindenki kikapcsolja a telefont, laptop, számítógépen, és akkor, hogy a család hogyan alakítsa ki a programot, milyen programot csináljunk, ugye? És akkor, mit tudom én, lehet egy szombati nap egy mászás a hegyekbe, vagy mit tudom én, családi játékesnek hasonló, ugye? És hogyha ez megvan, akkor utána, hogy hogyan kezeljük ezt az egész szituációt. Mi történik akkor, hogyha sóvárgásom történik? És én szülő vagyok. És akkor milyen lenne nekem az a dolog, hogy én oda menjek a gyerekemhez, és azt mondjam neki, hogy puf, sóvárgásom van. És hogy ugye ez sokkal, tehát hogy mennyire meg tudja erősíteni a kapcsolatot a szülő és a gyerek között egy ilyen program. És igazából, hogy nagyon-nagyon buzítom a szülőket erre, hogy ezeket próbálják ki, és hogy milyen vagányul meg fog változni a család dinamika, és hogy a biztonság a két szülő-gyerek kapcsolatban mennyire lehet ezt fejleszteni. Uh-huh. Okay. Volt már alkalmad ilyen még digitális most detoxot véghez vinni valakivel, akár kipróbálni? Osztályokkal akkor csináltuk. Uh-huh. Volt olyan, hogy háromszor prevencióztunk, és akkor az első prevenciós órán bejelentettük, hogy ez a házi feladat, hogy ezen a hétvégén, aki szeretné, detoxolhat, és akkor jövő hétvégén megbeszéljük, hogy milyen érzések mentek át, mennyire változott a hobbi, miket csinált unalmában, ugye, mert ugye ez az új generációnak a legnagyobb probléma, hogy ugyanis telefon, igen, unatkozom. Mit csinálhat unalmában? Igen, így van. És nagyon érdekes volt két vagy három lány, aki kipróbált, és ő behozta a történetét, és akkor átbeszéltük a következő prevenciós órán ezeket a dolgokat, és hogy mennyire megváltozott az ő kapcsolatjuk a telefonjukkal például. Akkor, vagy amiatt, vagy az amiatt. Után is volt hatása ennek a detoxnak? Igen, utána is volt hatása, uh-huh. Jöttek a visszhangok. Uh-huh. Igen, és akkor ugye az amerikai kifejlesztettek egy biztonságos modellt, ami ilyen három pillére alapul, hogy az egyensúly, határok és a úgymond a biztonság, igen, és az a lényeg, hogy ez a hármas pillér, ugye, a biztonságos internet használót fejleszti. És hogy itt a határt hoznám csak be, ugye, hogy az új generációnál nincsenek határok, mert a telefonom ugye bent van a szobában, történik egy bullying a suliba, és azt be is vittem a szobámba, és akkor este, ugye, és sőt, van olyan, hogy alvászavarral küzdenek, ugye, erről is volt szó még korábban. És nagyon fontosnak tartom, hogy a detox programokat csinálni az érdekében, hogy ezeket kiküszöbölni, hogy a gyerekek tudjanak megnyílni a szülőknek, és tudják elmondani, mert én látom prevenciós órákon behozzák, amiket a szülők nem tudnak. És nagyon sokkoló és fájdalmas ezeket megtapasztalni. Uh-huh. Anna Mária, én nagyon hálás uh-huh. vagyok, hogy ma ennyire mélyen bevezettél a képernyők világába, az internet világába, és mindabban, ami ezzel jár. Hiszem, hogy sok mindent tudnánk elmondani még ebben a témában, hiszen nem beszéltünk részletekben menően a függőségekről, arról, hogy milyen fajta függőségek alakulnak ki az interneten belül is, mert van több kategória szerintem. Arról sem sikerült beszéljünk, hogy a szülők hogyan tudnak konkrétan segíteni a gyerekeknek, vagy milyen hozzáállásuk kell legyen, csak így felületesen érintettük a témát, de hát, ha egy másik alkalommal sikerül folytatni ezt a beszélgetést. Egyelőre én köszönöm, hogy a mai beszélgetésnek a résztvevője voltál, és hogy válaszoltál a kérdéseimre. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a felkérést. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, a beszélgetés végéhez érkeztünk. Máté Anna Mária klinikai pszichológus és tanácsadó az addikciók terén volt jelen a stúdióban, akivel együtt a Képernyők árnyékában című témában elég sok mindent felvázoltunk.
beszéltünk arról is, hogy milyen korosztályokban hogyan érinti az internet a gyerekeket, és az internetnek a fogyasztása, vagy a képernyőknek a fogyasztása, tartalmak fogyasztása. Illetve beszéltünk a veszélyekről, beszéltünk az egyensúlyról, beszéltünk arról, hogy fontos, hogy a kompetenciák meglegyenek ilyen téren, viszont az életstílus az is megfelelő legyen ehhez képest. És úgy a függőségekről, még röviden a megoldásokról is szó esett a beszélgetésben. Én köszönöm, hogy figyelemmel követték ezt az alkalmat, ezt az adást, és amennyiben tetszett a beszélgetés, a meghívottam és a téma, én nagyon nagy szeretettel visszavárom önöket legközelebb is, hiszen lesznek hasonló tematikák, és talán folytatni is fogjuk ezt a beszélgetést még. Köszönöm, hogy velünk voltak, minden jót, és Isten áldását, sok bölcsességet a gyereknevelésben, a viszontlátásra.